Romániába látogatott a NATO főtitkára Jens Stoltenberg. A főtitkárt Klaus Johannis államfő fogadta a Konstanca megyei Mihályelko-Gölnicsánu NATO bázison. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Stoltenberg kiemelte, Románia nincs egyedül, a NATO csapatok jelenléte az országban az Észak-Atlanti Szövetség szervezetének egységéről árulkodik. Klaus Johannis román államelnök Jens Stoltenberg NATO főtitkárral és Mitchell John NATO főtitkár helyettessel látogatott el az 57-es számú NATO légibázisra, a Konstanca megyei Mihályelko-Gölnicsánuba. Az államfő hangsúlyozta, Románia folyamatosan szerepet vállal az euróatlanti biztonság fenntartásában, és jelentős mértékben hozzájárul a szövetség célkitűzéseinek megvalósításához. A román állampolgároknak nincs mitől félniük, mondta az orosz-ukrán konfliktus esetleges következményeire utalva Johannis. Románia este foarte bine aparată. A NATO tagjaként és az Amerikai Egyesült Államok stratégiai partnereként Románia nagyon jól védett ország, és minden szükséges biztonsági garanciával rendelkezik. Egyetlen román állampolgárnak sem kell félnie. Jens Stoltenberg kiemelte, a NATO nyitotta a politikai megoldásra Oroszországgal az ukrajnai konfliktus kapcsán, de nem fog engedményeket tenni az orosz államnak az egyes nemzetek szuverenitása ügyében, valamint abban sem, hogy a NATO-nak joga és kötelessége megvédeni szövetségeseit. Románia nincs egyedül, fogalmazott a NATO főtitkára. Az olasz és német harci repülőgépek azért állomásoznak itt, hogy meg tudjuk védeni a szövetségeseinket és biztonságossá tegyük ezt a térséget. Ma Bulgáriába fognak megérkezni a spanyol harci repülőgépek, hogy erősítsék a NATO légierejének a jelenlétét. Jelenleg 1000 amerikai katona van úton Románia felé, tehát az amerikai katonák száma közel 2000-re nő. Ez egy erős bizonyítéka annak, hogy az Észak-Atlanti Szövetség egységes. Számunkra nincsenek első és másodrangú tagok, csak NATO tagok vannak, fogalmazott Stoltenberg.